Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk, szentséges Atyánk, áldunk Téged, aki a Fiadat a világba küldted, hogy az embereket a bűn megsebzése, szétszór, vére kiontásával összegyűjtse, és azokat egy akolba vezérelve, ő maga, mint egyetlen pásztor irányítsa és táplálja. Téged tehát, Urunk, arra kérünk, hogy a harang szavának hívására híveid a Szent Egyházba készséggel és örvendezéssel jöjjenek, és az apostolok tanításában, a testvéri egyetértésben, a kenyérszegésben és az imádságban állhatatosak lédén egy szív és egy lélek legyenek a te dicsőséged hirdetésére, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Szent háromság akinek hangja a világ teremtésekor először az ember fülébe hangzott föl, sőt az Isten barátságába meghívtad, titkaidra tanítottad, a jóra intetted. Istenünk, aki Mózesnek a te szolgádnak megparancsoltad, hogy ezüst harsonákat használjanak néped összegyűjtésére. Istenünk, aki elfogadtad, hogy egyházban ércből harangot készítsünk, mely népedet az imádságra hívja, ezen áldás által fogadd el ezt a neked szentelt új harangot, és tedd meg, hogy híveid, akik a hangját hallják, szíviket hozzád fordítsák, és testvéreik örömében és gyászában részt véve, siessenek az egyházközség templomába, ahol Krisztus jelenlétét megtapasztalják, a te ígédet hallhatják, és szívüket előtted kitárják, Krisztus a mi Urunk által. Amen.